Forró Lajos történész és Molnár Tibor levéltáros példaértékű, a vajdasági, az entai és a Csongrád megyei levéltárakban felkutatott partizán akták alapján összeállított könyve a magyar-kanizsai községben 1944 őszén ártatlanul kivégzett horgosi, martonosi, magyar-kanizsai, adorjáni, oromhegyesi és tótfalusi magyar áldozatok adatait, likvidálásuk előzményeit és körülményeit dolgozza fel. De aki ismeri azt a korszakot, amikor ezek történnek, az tudja, hogy a korabeli közigazgatásnak, a hadseregnek, az OZNA tisztogató akció végző csapatoknak nem az volt az érdeke, hogy letagadják ezeket, hanem hősieségük bizonyítékaként pontosan beszámoltak ezekről a kivégzésekről. A könyv a levéltári sorozat negyedik kiadványa, amelynek megjelenését nagyban segítette az adatokat szolgáltató levéltárak kiváló együttműködése. A Csongrád megyékkel közel 30, illetve több mint 30 éve együttműködünk, és ez az együttműködésünknek szintén egy kézzelfogható bizonyítéka. Noha az áldozatok névsora még most sem tekinthető véglegesnek, a könyv 209 áldozatot említ, akik közül 16-tal részletesen is foglalkoznak a szerzők. Azt gondolom, hogy ez a 16 személy vizsgálatával tulajdonképpen minden dokumentum típust érintettünk, és tulajdonképpen az ő sorsukon keresztül az egész folyamat átlátható. A Csongrád megyei és az entai levéltár közös kiadványát nyilván egy újabb is követi majd, hiszen a történészek terveik szerint legközelebb Zenta község adatait dolgozzák majd fel.